és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Előre is elnézést kérek, ugyanis nem lámpalázom lámpa étszel születtem erre a földre. Ami meglepő, tudom. Um, Ezt szeretném én is mondani azt, hogy szerintem most ez saját nevembe beszélve, nekem nem Orbán Viktorral, vagy a propagandával van dolgom, ugyanis rajtuk nem igazán lehet változtatni viszont saját magunkon bármikor. Úgyhogy ezért is örülök azoknak a fórumoknak, az ilyen beszélgetéseknek, ahol el lehet mondani az igazságot, el lehet mondani a véleményünket, és ez viszont tud befolyásoló tényező lenni, mert addig, ameddig ez a rendszer van, és ez hiába lenne leváltva akár holnap, akár évek múlva, akár a következő választásokon. Ez a mai magyar társadalom 30 éven belül ugyanazt a rendszert termelni és teremteni meg saját magának. Addig, ameddig ott van a léc ma mindenkinek, ahol ma, addig egy következő kormányjal is ugyanezt teremtenénk meg. Úgyhogy örülök, hogy emberek közleltek és beszélhetek. Eltelt másfél év, Eltelt egy egész tanév, ezzel együtt nem csak rengeteg időt pazaroltunk el, valaha, valamilyen szinten idézőjelben mondom ezt, hanem rengeteg lehetőséget is. Az oktatás ügye nem csak ebben az elmúlt 13 évben nem volt stratégiai kérdése kormánynak, hanem az előző kormányok, kormányoknak sem. Azt a kérdést is érdemes lenne feszegetni, hogy vajon miért nem látta egyetlen kormány sem az összefüggést a minőségi oktatás és az ország felemelkedése között. Talán azért nem, amért nem látta az egészségügy, helyzetét, vagy a nyugdíjasok helyzetét, vagy a munkavállalók helyzetét sem. Erre gyakor gyakorlatilag egy mondatba tudnék válaszolni, addig, amíg a pártok hatalomra akarnak kerülni, míg a hatalom megszerzése, megtartása a lényeg, addig nem fogják látni az ország és ebben élő emberek valódi szükségleteit. Addig csak azt fogják látni, hogy szerintük mit kellene tenni a hatalom megszerzéséhez, vagy annak megtartásához. Még a hatalom a cél, Még a hatalom a cél, addig csak a célt fogják a pártok látni, és ez ahhoz vezete, vezető utat, pontosabban azt, amit gondolnak, hogy tenni kellene a cél eléréséhez, addig nem lesz valódi kapcsolat a társadalom többi részével, csak a görcsös kapaszkodás a hatalom eléréséhez és megtartásához. Egy nagy különbség viszont van, az pedig az, hogy a jelenlegi kormány tudatosan építi és züleszti le az oktatást, mert ha kritikus és gondolkodni tudó, emberek kerülnek ki az iskolából, akkor a, akkor a saját hatalmuk kerülne veszélybe. Az volt az eredeti kérdés, hogy arról kéne beszélnem, hogy milyen ma Magyarországon diáknak lenni. Csak csúnya szavak jutottak eszembe, de tudjuk, hogy annak mi a vége, úgyhogy megpróbálok, megpróbálok szolidán fogalmazni. Egy olyan országban vagyok fiatal, ahol az egyház nem, nem Isten szolgálja, hanem a hatalmat. Egy olyan országban élek, ahol a bűnösökből áldozatot, az áldozatokból bűnös csinálnak a propaganda médián keresztül. Ahol úgy lapátolják ki a pénzt a saját jövőmből, mintha nem lenne holnap. Ahol azért nem rúgnak ki egy tanárt, aki évek óta gyerekeket abuzál minden szinten, mert nem találnának a helyére másik rajztanárt, és akkor ez a, a, a gyermekeket védő kormány ahol nap végén a kizsigerelt szülőnek kell a kizsigerelt gyerekével matekoznia, mert 30 fős osztályban nem jutott idő arra, hogy foglalkozzanak vele. Ez, ez, nekem is traumákat okozott a szülőkkel matekozni, de szerintem nem csak nekem. Egy olyan országban, és ez egy kicsit már vicces, ahol a krétán keresztül kunyerál az a kormány, akinek a családtagjai és a haverjai közpénzből lettek milliárdosok. Ahol lassan a létezésem is bűn, ahol a társadalmi kisebbségekből ellenségképeket csinálnak. Egy olyan országban vagyok, 18 éves diák, ahol ha felszólal az ember, akkor minden eszközzel fellépnek ellen, hogy elhallgattassák, pedig csak 45 kiló vagyok egyébként. Ahol nap mint nap elmennek a barátaim. És itt egy kicsit kitérek, ugyanis pár nappal ezelőtt ez megtörtént. Azóta is nehéz éjszakákon vagyok túl, mert nehéz. Szerintem minden szülő, nagyszülő, akinek a gyerekei elmentek, és facetime-on kell beszélniük, az ezt átérzi. És ez szerintem egy olyan fájdalom, amiről inkább nem beszélek, mert ezt szavakkal kifejezni lehet, hogy csak, csak rontana. Elköltöznek, és itt ezt az országot, ahol nem a melyik egyetemre mész a kérdés, hanem hogy melyik országba. Ahol szembe kell nézni, hogy vagy a barátaimat és a családomat választom, vagy egyedül itthon maradok küzdeni mások helyett is. Egy olyan országért maradjak itt, ahol a felnőttek sem képesek a saját gyerekeikért és unokájuk, unokájukért kiállni. Egy olyan oktatásért küzdjek, amiért a saját tanára is sem tesznek tisztelet természetesen a kivételnek. Sőt, Sőt, még azokat fúrják meg, akik kiállnak. A rendszer hibája az, hogy felhigult a tanártársadalom, és hogy a pedagógusok közel véleményem szerint, vagy tapasztalataim szerint, 70%-a nem pedagógus pályára való. És nagyon-nagyon-nagyon sajnálom, és tényleg minden egyes alkalommal kint vagyok az utcákon, és teli torokból üvöltök a tanárokért, még akkor is, hogyha a jelenlegi iskolámon kívül csak rossz tapasztalatom van tanárokkal, mert egyszerűen nem, hogy pedagógiai pályára nem valók, gyerekek közé nem engedném őket. Uh... És, akkor, és akkor ez a válasz arra, hogy miért nincsen a társadalomnak a túlnyomó többsége a tanárok mellett. Pontosan ezért. És ez nem, hogy nem érdekli a döntéshozókat, de még örülnek is nekik, hiszen nem tud egy olyan ellenállás, egy olyan társadalmi összefogás létrejönni, ami egyébként azt eredményezni, hogy a kilenc pontból legalább mondjuk három megvalósuljon. Maradjak itt, és harcolják tovább, miközben az ellenzék 13 éve nem képes semmit elérni. Ahol olyan mértékben leépítették az egészségügyet, ahol ha valaki komolyabb betegséget szed össze, az egyenlő azzal, hogy beleáll egy orosz ruletbe. Ahol a minimál nyugdíj összege nem elég egy hónapban minden nap egy kiló kenyérre. Egy olyan országban, ahol az infláció több, mint a duplája az EU átlagnak, ahol előbb hallgatja meg a másfél éve tüntető diákokat a bizottság alelnöke, mint a saját maga kormányuk, ahol az emberek jelentős részének a keresete arra elég, hogy tető legyen a feje fölött, és ehhez sem, vagy még erre sem, ahol a jogalkotás folyamata nem a jogbiztonságot szolgálja, hanem a hatalom, hatalom biztonságát, ahol az üres Fidesz székház védelme fontosabb volt, mint a gyerekek egészsége és élete. Hozzáteszem, a rendőrök végignézték azt, hogy gyerekek tapossák egymást, és még az első és második sort is rájuk lökték. Csak azért, hogy egy üres Fidesz székházat védjenek, és itt nem a Fidesz székházat védték, hanem az, azokat az ideológiákat, amit a hatalom képvisel. Ahol a legnagyobb politikai érdek az oktatás lezüllesztése és irányítató birkák kinevelése, ezért nincsen mögött a politikai érdek egyébként, szerintem ahol a kormány feladata az lenne, hogy az emberek lét és lakhatási biztonságáért tegyen meg mindent, az egy olyan végrehajtói maffiát hoz létre, amely az emberek kifosztására épül, miközben ennek az országnak a miniszterelnöke és cinkosai, gigamilliárdosok. És hiába vagyunk fiatalok, és szolidabb kommentekből válogatva lóg még a helye seggemen, de ezt mi is érezzük. Vagy a pénztárcán, pénztárcán, pénztárcánkon, a tankönyvek súlyán, vagy éppen az ország hangulatán. Szerintetek, hogy él ma egy diák egy ilyen országban? Pontos. Kolása pedig fáj a léleknek, addig, ameddig nem szül egy kérdést. Hogy vajon lehet-e másképp élni? A jó hír az, hogy igen, Megtehetjük. Úgyhogy segítsetek ebben, és éljünk másképp. Köszönöm.